Köszöntöm a duet nézőit, és szeretettel üdvözlöm Vénémet Zsoltot, a kiemelkedő nemzeti értékek felügyeletéért megbízott miniszteri biztos. Köszönöm, hogy eljött hozzánk. Én köszönöm a meghívást. Korábban, amikor a Hungárikumokért felelős államtitkár volt, akkor sokszor volt vendéges stúdiónknak. Hát, ha jól számolom, akkor utoljára két éve volt itt, mi történt azóta a Hungárikumok listája mennyiben bővült. Nos hát, ugye azért az elmúlt két évben volt egy választás is, és a választások óta mindössze egyszerű a Hungarikum Bizottság, hiszen az új kormányzati struktúra kialakítását uh -huh. követően meg kellett nevezni például azokat a tagokat, akiket maguk a minisztériumok delegálnak így a legutóbbi ülésen úgy döntöttünk, hogy, hogy, inkább értékeljük az eddigi munkát a Ungarikum Bizottságba, áttekintjük, hogy vajon az eddigi gyakorlat az helyese, és leverjük azokat a szövegeket, amely mentén a munkát végezzük, és a Ungarikumok gyűjteményében ugyan nem, de a kiemelkedő nemzeti értékek közé két értéket emeltünk be. Az egyik az a kőszegi szőlőjövés ünnepe, ez egy nagyon különleges érték, hiszen 1740 óta folyamatosan vezetnek egy könyvet, uh -huh. amelyben az, a szőlőgazdák, pontosabban ő általuk egy, egy rajzolni képes művészember megjeleníti a hajtásokat György napján 1740 óta minden tavaszon. Magyarországon. Igen, Magyarországon, Igen, Kőszegen. Egyébként jó. már a hagyomány még régebbi, mert egy évszázad, majdnem egy évszázaddal előbb már bemutatták a hajtásokat ebbe a, a város előjárójának, akkori városbírónak. de a a bejegyzés az csak később történt meg. Már szeretném érdemelni az ön dicséretét, hogy milyen figyelemmel követem a hungárikumokat és a, azokért folyó versenyt. Hadd mondjam, hogy a második a kékfestés. Magyarországon. Így van. Így van, így van a kékfestés, ami hát azért nem csak magyar, hanem, hanem, a német nyelvterülettől együtt levő közös hagyomány, és hát nagyon fontos, hogy ezt az értéket beemeljük, mert hát alig van néhány mester most már, aki ezt a foglalatosságot űzi. Amikor bejelentették ezt önök, akkor hadd mondjam, hogy miniszterúrral arról beszéltünk, hogy én Pécset, ahol a gyerekkoromat és szép ifjú éveimet töltöttem. A szomszédunkban volt a Szabó bácsi, aki kékfestő volt. És hetente rendszeresen a baranyai és a tolnai vábok jöttek, és méret hosszra vágva vitték a különböző kékfestőanyagokat, és ez a Szabó bácsi, ez mindig megengedte nekünk gyerekeknek, hogy bemenjünk, és ott gyönyörködjünk abban, ami a kékfestéssel jár. Igen, hát maga, maga a mesterség is figyelemre méltó és csodálatra méltó, de én azt hiszem, hogy a termékeik is, és az abszolút nem avit, tehát én például gyakran vásárolok is, uh -huh. akár lakástextilnek, tehát függönynek, asztalterítőnek ma is kiváló. Uh -huh. e maga egyszerűségében és a, ez a két színnek a harmóniája, az szerintem nem hiányozhat a mai lakásokból sem. És hát, hogy utaljak egy másik lehetőségre is, azért magát a, a kék festést, azt azért a viseletkultúránkból sem kellene kitörölni, hiszen éppen az elmúlt évben hirdetett pályázatunknál, hiszen van a hungarikumok területén egy kiírt pályázat is. Most jelentették be néhány nap. Így van, a legújabbat, Igen. de az elmúlt uh -huh. évben azt a feladatot szabtuk, vagy uh -huh. kértük a pályázóktól, hogy a kékfestésre koncentráljanak, és magát a kékfestést hogy lehet megjeleníteni a mai viseletekben, mai mod modern viseletként, tehát hordható viseletként? Hát munkát adnak ezzel, a, akár a divattervezőknek is, ugye? Így van a divattervezőknek, igen. és hát őszintén a mesterekre is csak akkor lesz szükség, hogyha vásárolja persze, valaki persze. ezeket a termékeket. Tehát akkor miniszteri biztos úr, maradhatunk abban, hogy az az 51 néhány hungarikum az változatlan 70. 70. 70 már? 70, igen, igen, 70. Aha, 70 aha. a száma a hungarikumoknak. Aha, aha. Az utóbbi időben, hát ezek szerint akkor azóta mi erről itt a stúdióban nem beszélgettünk, én valahol 56-nál akadtam el, amikor ön utoljára itt volt. Említsen meg néhány olyat, amely termékünk, és akár nem csak termékünk, de ö, ö, büszkeséggel viseli a Hungarikum címet. A legutóbbi időben például a Magyar Huszár került be a Hungarikumok gyűjteményébe, aztán a Tanya, uh -huh. a Magyar Tanya és torockó építészete. Ez Aha. a határon túli értéktárból egyik egy, egy gyönyörűségeként van jelen. Aha. A kürtös kaláccsal talán két érték van így, úgyhogy ezen a területen még van, azt hiszem, hogy van még, tenni től, van még tenni való. Ö, amikor én utoljára önnel beszéltem a stúdióban, akkor ha jól emlékszem, a... A bajai és a tiszai halászlé között volt némi különbség az egyik javára, hogy az egyik már hungarikum volt, és a másikat csak tervezték? Hát a bajai is bekerült, uh -huh. és, és a másik az valóban a tiszai igen. halászlé, tehát bekerült a hungarikumok uh -huh. körébe. Ez a másik is igen. A hungarikumokká történő választás, folyamata az változatlan maradt, ugye? Tehát először értéktár, és utána hungári. Így van. Tehát ö, ö, tulajdonképpen a következő a folyamat, ha egy ö, Közösség, egy település, egy falu vagy egy város úgy gondolja, hogy számára van egy olyan fontos érték, ami lehet akár egy természeti jelenség, mm -hmm. akár egy épített örökségi elem, vagy egy ottani hagyomány, vagy akár a termelési kultúrához kötődik, művészethez kötődik, vagy egy kiváló más teljesítmény lehet az akár sport teljesítmény is akkor ezt beemeli a saját értéktárába. Hogyha ez egy olyan érték, amelynek a jelentőséget túlmutat a településen, akkor ezt javasolhatja a megyei értéktárban, de vannak egyébként tájegységi értéktárak is, tehát fontos ez a kategória is, például az őrséget, hogy megemlítem. És ez közel állhat az ön szívéhez, van. az önség, van. már csak van. a lakhelye. Okályos. Így van, mert, mert azért mégiscsak ezek az értékek arra valók, és az értéktárak is, hogy egy-egy térség, település karakterjegyeit adják, a sajátosságait, vagy ahogy tetszik országos szinten Alexa Károly szavaival a nemzeti kódok, ezek, amivel meg tudnak bennünket fejteni, hogy mi, mi a magyar lélek titka, melyek, melyek a sajátosságaink. És akkor ha a megyei értéktárba valami bekerül, de úgy gondolják, hogy ezért ez már jelentősebb annál, uh -huh. nem csak egy megyét fémjelez, hanem akár országos jelentőségű, sőt, hát alkalmas arra is, hogy hírünket vigye a világba, akkor a magyar értéktárba kerül be ezek a kiemelkedő nemzeti értékek, ezeknek a logója, szimbóluma az ország. Alma, mert hogy a fölötte levő, a magyarság túcs, csúcs teljesítményeit jelentő hungarikumok az és bír egy védjegyjel, az pedig a stilizált korona. A kettő között én azt a különbséget látnám talán, hiszen nem értékben van különbség, hanem nemzetközi ismertségben. Tehát mikor egy hungarikumot választunk, akkor nem több tudós kell oda, hogy érveket sorakoztasson fel, hogy ez mennyire megérdemli, hanem egy egyszerű ember, aki azt mondja az utcán, hogy én ezt ismerem. Kiemelkedő nemzeti értékeknél szerintem ott elnézhető még az, hogyha mindenki nincsen a készségszinten az értékkel. Hungarikumoknál nem. Hungarikumok gyűjteménye az, az olyan, mint egy sláger. A slágernél sem ö, 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 hozunk elő még három zenetudóst, hogy ebben ö, milyen jó frázisok vannak, milyen kiváló hangszerelése, hanem ha ismeri a világ, ha ismeri a közönség, akkor válhat valami hungarikummal. Szerintem ezt egy nagyon fontos mércének kell lenni. Ha már hangszert említ, jól emlékszem, hogy van egy ősi magyar hangszer, ami ugyancsak hungarikummal vált? Kettő hangszer Kettő... van. a a magyar értéktárban, illetve a hungarikumok gyűjteményébe is kettő van. A pedálos cimbalom és a tárogató. Mindkettő egyébként Sunda József, budapesti hangszergyárosnak a találmánya, tehát ebben a formájában, ahogy elterjedt, koncertcimbalomként, vagy a cigányzenekarok hangszereként. A pedálos cimbalom az innét származik Magyarországról, és hát egy nagyon fontos eleme a hungarikumok tárának, mert csak a zene, a, a, a népzene, a, a népidíszítő művészet az azért minden nemzetet fémjelez, nagyon hamar és könnyen meg tudjuk mutatni azzal a sajátosságainkat. Másiklik a tárogató, amelynek az elődje ugye a rákóci volt, vagy, vagy török jellegzetes kuruc hangszer, és hát ö, ö, szerették volna a 19. század ö, végén, hogyha ö, ez a hangszer megjelenik ö, a zenekarokban is, de hát ahhoz hangolhatónak kellett lenni, és hát olyan precizitásúnak, ami, amit be lehetett illeszteni egy zenekarban, és akkor született meg a tárogató, egy hangzásában hasonló a török síphoz, de hát jóval precizebb szabadtéri hangszerként terjedt el, és hát számos megkésett rákóci, kesergő, krasznorka büszkevára, amit melyet mindenki ismer, született meg ebben az időszakban. Képviselő úr lehet, hogy nem fog Örülni annak a kérdésemnek, és ha gondolja, akkor hát elfogadom, ha azt mondja, hogy erre nem akar válaszolni. Melyik az az egyetlen, vagy megengedem, kettő olyan termék a hungarikumok között, megint mondom, nem csak termék, hanem akár valami szellemi vagyonunk, amit a világon a legtöbb ember ismer? Ha azt mondjuk, hogy magyarok vagyunk, Leszállunk a repülőről, találkozunk valamivel, és magyarok vagyunk, akkor bizony a világ jelentős részében még mindig azt mondják, hogy puskás. Erre gondoltam. Tehát a, a leg, ő a legismertebb magyar a mai napig, és egyébként ez talány, mert nem minden sportág őrzi meg így a nagyjait. Tehát egy autóversenyzőre a fiaim, akik hát állandóan a forma egyencsünknek, ők nem tudják. Tehát nem vagyok abban biztos, hogy a napokban elhúnyt Nikilauda nevét például az ifjúság ismeri, de azt mondtam, hogy Páldi, akkor azt mondja, hogy ez kicsoda. Azt mondom hogy a fiamnak, hogy ne már úgy, mint a Fittipaldi. Ki az a Fittipaldi? Holott ő, ő ott csüng állandóan az összes versenyen. Tehát Puskás az kivétel. És talán pont a Puskás is tehet erről, vagy az edzői tevékenysége azért mégiscsak egy hosszú életpálya. Tehát én úgy vélem, hogy, hogy Puskás az, és hát azért természetesen számos termék van, amely sztereotípnek tűnik, akár hortobágy, ami a puszta, uh -huh. ami eszébe jut az embereknek, de. Amit használnak például a gulyás a leves, amelyet az, az osztrákok is egyébként magukénak tudnak furcsa módon, és sajnos a repülőn nem azt a fajtát lehet, lehet fogyasztani, amelyet mi egy újjás levesre hát tartunk. Ha már étel, akkor az italról se feledkezzünk. Hát a, 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 a pálinka nyilvánvalóan pálinka, az a tokai egy... Pálinka és tokai esetleg. pálinka is tokai, azért is nagyon fontos, hogy védjük, mert most kimondtuk a tokait, tehát tehát ha fölemelünk még bármi mást, akkor kell azon gondolkozni, hogy vajon ezzel a csúcson levő italainkon Hát egy picit nem koptatunk e. Én nem szeretném. Pálinka is egyébként azért tud sajátosan magyar lenni, mert az ide akreditált Gazdaság, ö, agrár attaség, Elmondják, uh -huh. hogy például ilyen barackot, ilyen, ilyen kajszi barackot sehol, sehol nem lehet igen. a világon fogyasztani, uh -huh. mert a sav cukor uh -huh. aránya az itt uh -huh. harmonikus, és azért lesz belőle uh -huh. a legkülönlegesebb ital. És hogy minél jobban és minél többen megismerjük, megismerjék a hungarikumokat és a magyar értékeket, ezért arra gondoltak, hogy most ö, magyar értékek cimmel? valami hasonló címmel, egy napi rádió rádióműsort indítanak. Ugye? Így van, el is indult a rádióműsor Aha. a múlt hét elejétől, Aha. a Kossuth Rádió esti krónikája előtt van két-két és fél percben. A címmel mi magyarok, uh -huh. hiszen egy kiterjesztő címet szerettünk volna adni, egy olyat, amelyben meg itt tudjuk jeleníteni nem csak a hungarikumokat, hanem a kiemelkedő nemzeti Igen. értékeket és a magyar feltalálókat. Tehát ebben a műsorban ö, szerepel akár az egyetlen eh, magyar alapítású szerzetesrend a pálosok, eh, vagy éppen az előbb említett Puskás öcséletúja, uh -huh. uh -huh. eh, vagy eh, a bíróféle Golyostól, Igen. Eh, attól egészen az üvegbetonik, uh -huh. amely hát a legutóbbi időknek a találmánya. A célunk ezzel az, hogy, hogy megrajzoljuk a magyar karaktert, és így el fog férni egymás mellett akár a tudós ember is, vagy a fröccs. Tehát mindegy a magyar, magyar karaktert rajzolja, a magyar sajátosságukat, vagy éppen második Andrásnak a keresztes hadjárata, amely, amelynek üzenete van egyébként a ma számára is, uh -huh. hogy a keresztény értékek védelme az ilyen régmúltra nyúlik vissza, és egy nagyon sikeres hadjárat volt, szinte az egyetlen, amely sikeres volt abban a, az időszakban. Tehát most, amikor sokan megkérdőjelezik egyáltalán a nem államoknak a létét, jogosultságát, a nemzeti karaktert, hiszen egyfajta multikultúra próbál meg eluralkodni, akkor nagyon fontos, hogy felrajzoljuk azokat a sajátosságokat, amelyek mi, amelyek mi magyarokra jellemzők, és amivel mi gazdagítottuk Európát és az egész világot. Ha már pálosokat említ, akkor emlékeznék én arra, hogy a szívéhez közel áll egy templomkerti tevékenység, ami ugyancsak újdonság. Igen, hát ugye az elmúlt években sokat foglalkoztam a falusi szőlőhegyekkel. Most nevezik, tehát azért a szőlőhegyeknek a világával, amely hát éppen egy olyan érték, mint akár az utolsó népdal volt, a, vagy az utolsó táncdallam, vagy táncmotívum, amelyet összegyűjtött Bartók Kodály Martin György, és így ezen a téren is egy 21. óra programot kellett indítanunk, el is indítottuk, hiszen egy támogatási rendszert működtet a minisztérium, az Agrárminisztérium, amely támogatást ad a közösségeknek, önkormányzatoknak, hogy megmaradjanak ezek a szőlőhegyek. Itt nem a történelmi borvidékekre gondolunk elsősorban. Annak van olyan erős gazdasági ereje, potenciája, vonzó képessége, hogy az, vigye, az érdesség, hanem igen. a tájban meglevő, mm -hmm. akár zalában, zalában mm -hmm. nagyon sok ilyen zárkert szőlőhegy van, borona falu pincékkel és egyházi kis emlékekkel, szakrális emlékekkel keresztül kis kápolnákkal, mert ezek mind elpusztulnak. Itt nem csak arról van szó, hogy a tájat meg kellene őrizni, hogy ne legyenek egybeszántott répceföldek, repceföldek a, az egész határban, hanem hiány, hiányozna belőle a gyümölcs, gyümölcsös és maga a szőlő kultúra. Egyrészt a vidéknek ez egy jövedelem pótló képessége, sosem uh -huh. volt ez az árutermelés helyszíne, mindig egy kiegészítő tevékenység volt. Másrészt Gamebank. Tehát ezeken a falusi szülőhegyeken még mindig megtalálhatók azok az ősi tájfajták, ami akár a, hogy csak körtébe mondjak, sózókörte, hőbérkörte, bakszarkörte, aszalókörte, körte, tehát szám, számos olyan, olyan fajta van, amelyek kivett tüskéskörte, körte, uh -huh. én kedvencemet is mondjam. Most ezeknek a megmentésére egy mozgalom is indult az országban, tündérkerteknek hívják, Szarvas József színművész ennek egyébként a névadója, és a Zalam megyéből, Porszombatról indult, tehát Kovács Gyula erdésznek a birtokán van több ezer, több ezer gyümölcsfajta, az állami után az a legnagyobb génbank az országban. És most a miniszter úr azzal bízott meg, hogy elevenítsük fel a néhány esztendővel ezelőtt a történelmi egyházakkal kötött megállapodást, hogy a, ezt az ősi gyümölcsészeti örökségünket, ezt megmentjük, és ha lehet, akkor templomkertekbe, egyházi ingatlanokra ültessünk ilyeneket, és ezt támogassuk. Úgyhogy ennek a munkának láttam neki a legutóbbi időben a történelmi egyházak teremtésvédelmi, így mondják, nagyon szép szóval, teremtésvédelmi felelősével. Már konzultáltam, és hát rövidesen összeállítjuk azt a programot, hogy milyen módon tudjuk támogatni, hogy ne vesszenek ki ezek a gyümölcsfajták. Sok sikert kívánok a munkájához. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Én is köszönöm. Kedves nézőink, köszönöm figyelmüket. Tartsanak máskor is a ebből.